Tegyél magadért! Ez a Naturi Podcast. Ez itt a Naturi Podcast tizedik adása. Szeretettel üdvözli a hallgatókat. Turi Glória és Kis Tünde. Hogyan induljon el az egészségesebb táplálkozás irányába? Ugye erről szólt a kilencedik podcast adásunk, és akkor Glória megemlítette nekem a vörös lencse palacsintát. Hát, hogy kell vörös lencséből palacsintát készíteni? Nagyon egyszerű dolog, mint ahogy a smarni recept is, és igazából az összes recept, amit én imádok, és azt szeretném, hogyha a hallgatók is eljutnának ide, hogy könnyedén tudjanak finom, friss tápláló ételeket készíteni. Szóval vörös palacsinta. Nagyon fontos, hogy a vörös jól lemossuk, és utána beáztassuk egy pár órára, legjobb, hogyha egy éjszakára, utána leturmixoljuk, ha szeretnénk, akkor így akár így is lehet sütni vizet és egy picike sót is de ha szeretnénk, akkor nyugodtan tegyünk hozzá egy picike kis zappelhet is, attól függően, hogy vékonyabb palacsintát, vastagabb palacsintát, esetleg egy ilyen zöldség alapot szeretnénk egy tepsibe beletenni, vagy ilyen wrap jelleget készíteni. Szóval rengeteg minden tudunk csinálni, például jön most itt a tél, és ha valaki szereti a mondjuk a rétest, akkor nyugodtan meg lehet csinálni, hogy egy ilyen vörös lencsés alapot, akár egy pici utifűmakéjat is beletesz, ezt leteszi a tepsibe, én egy pici kókuszolajat tennék az aljába, utána ráteszi a káposztát, majd egy újabb vörös megint egy káposztát, megint, és ezt picit betoljuk a sütőbe vagy az asszalóba, és egy fantasztikus ételt készítünk belőle. És már mindjárt nem csak egy édességet tudunk, hanem úgymond nagyon sokan szeretik biztos a hallgatók közül a sós dolgokat is. És akkor itt végtelen a lehetőség, hogy mivel tudjuk ezt behelyettesíteni. Mondanám azt, hogy én nagyokat nyertem, miközben beszéltél, de ez a való életben is igaz, biztos lehetett hallani a a csörgést a háttérben, ahogy letettem a villát a tányérra, hiszen én közben falatoztam, miközben te beszéltél. A múltkori adásban említetted a császár morzsát, és a mai alkalomra hoztál is nekem egy adagot belőle. Ehhez egy nagyon finom, olyan kis és savanykás bírsalmalekvárt társítottál. Azt mondtad nekem, hogy a császár morzsád is pillanatok alatt elkészült. Hát osszuk meg akkor ezt a receptet. Én például nagyon szeretem, amikor egy kicsit megpörkölődik a császár Igen, ez ma úgy született, hogy úgy gondoltam, hogy a valami kis úgymond idézőjelbetéve édesség is legyen, és nagyon nem volt időm ezért én imádom egyébként ezeket az öt perces recepteket, úgyhogy ugye említettük, hogy milyen alapanyagok fontos, hogy otthon legyenek, például nálam ugye a hajdina és a gluténmentes zappehely, fogtam mindegyikből egy ilyen jó mérő pohárnyit, egy, egy olyan fél, körülbelül olyan fél-fél kilónyit, ezt beletettem az Omniblenderbe, megdaráltam, összeöntöttem, kis sót raktam hozzá, egy pici vaníliát, ki mennyire szereti. Én most ma egy pici furfangot is tettem bele, mert egy picike kis őrölt zöld kardamomot raktam még bele, és egy kis datoya pépet és egyszerűen utána ugyanúgy, mint a hagyományos császármorzsát, ugyanúgy kokuszolajba megsütöttük. Lehetett volna ezt a szalóba is csinálni, de meg kell, hogy mondjam, most ez ennyi időnk volt, úgyhogy így készítettük el, és akkor ehhez lekvártól kezdve datolyás csoki krémet, tehát volt, amelyikünk datolyás csoki krémet evett hozzá, voltak ilyen sús karamellás krémet evett hozzá, de lehetett volna gyümölcsöket mellé szelni, szóval végtelen a lehetősége, úgyhogy azért mondtam neked is, ha így eszed, akkor azért nem annyira Édes. És mivel higítottad? Sima vizet tettem bele. És ezt is lehet változtatni, hogy, hogy mennyire szeretnénk sűrűre, úgyhogy ezt a vízzel tudjuk, és akár közben is, mert ugye maga a tappehely az azért eléggé komolyan szív föl vizet, nyugodtan Útközben is lehet, lehet ebbe még több vizet, és akkor az ember megkeveri, és akkor kicsit puhább lesz, vagy keményebb lesz, attól függ, hogy szépen milyen állagot szeretnénk. Tehát mindig jó, ha vannak ilyen kis Jolly Joker dolgok, és nagyon szeretném, hogyha a hallgatókat is sikerülne eljutatni ide, hogy a főzés, vagy az ételkészítés, inkább így mondanám, az egy fantasztikus kreatív tevékenység lenne, hogy nem egy nyűg a hátunkon, hanem, hanem meglátnák ebben, ebben azt a csodát, hogy amikor ételt készítünk, akkor ez egy lehetőség számunkra azzal, hogy az egész univerzumot, és most nem mondok nagyot, magunkban megérezzük, megízleljük, megillatoljuk, a szemünkkel valami csodát lássunk, és, és, hogy, és hogy olyan jó esőérzés lesz a, a testünknek. És ha ezt egy közösségben fogyasztjuk el, akkor, akkor, pedig az még egy különleges élmény lehet. És nem csak egy zabálás, vagy, vagy csak egyszerűen, hogy csináljunk valamit. Lépjünk ki a keretekből, erről is szól a mai adás, és folytatjuk a két héttel ezelőtt megkezdett témát, de maradjunk még egy kicsit a konyhában. Milyen konyhatechnikai eljárásokban gondolkodjunk? Említetted, hogy bizonyos hőhatásoknak is kitehetjük az ételeket, ugye akár gondolhatunk az asszalásra, vagy például a hűtésre is. Tehát melyek azok a konyhatechnikai eljárások, amelyek az egészséges ételkészítéshez társulhatnak? Ez szerintem egy nagyon vitatott kérdés, hogy itt milyen konyhatechnikai eljárásokat használhatunk, és mindig megoszlanak erről a vélemények. Én a sajátomat tudom elmondani, és ami nekem bevált, úgyhogy én azért biztatom a hallgatókat arra, hogy próbálkozzanak. Én Számomra nagyon fontos a szabadság, tehát hogy odafigyelve a testemre, a lelkemre, hogy éppen akkor mit kívánok. Természetesen azért érdemes neki bizonyos határokat is szabni, tehát ha most azt mondom neked, hogy például itt van, amit kóstolóba hoztam, ez a nagy tál császármorzsa, akkor lehet, hogy szoktuk mondani, hogy a szemünk enne, de a pocakunk nem, tehát azért akkor mérsékeljük magunkat. De én úgy gondolom, akkor, amikor egy, egy egészséges viszonyunk van a testünkkel, akkor akkor ez befogálni. Tehát milyen konyha technikai eljárások? Nagyon fontos a vágás, az aprítás, a darabolás, a turmixolás, ide értjük még az a szalást is. De nem ördögtől valónak tartom, főleg az elején szoktuk javasolni is egyébként, hogy ha valaki puffadást érzékel és nem tudja a nyers zöldségeket elfogyasztani, akkor nyugodtan egy picit párolja meg őket, picit roppancson rajtuk, és így is nagyon-nagyon finom lesz. Tehát igenis, hogy hogy számomra ez is akár megengedhető lesz a fagyasztáshoz teljesen természetes. Azt azért tudni kell, hogy a, az otthoni fagyasztó és azt, amit mi az élelmiszeriparban használunk, illetve a nagy cégek, azért a sokkolóhűtők egészen más mechanizmus alapján működnek, és ezért szoktuk azt észrevenni, nem tudom, hogy a hallgatók ezt már tapasztalták -e egyébként, hogyha otthon fagyasztunk le mondjuk egy málnát, akkor amikor felengedjük, vagy akár ribizléről legyen szó, akkor ilyen kis plötyike lesz. Akkor, amikor mi például itt az üzembe beteszem a sokkolóhűtőbe, ami nagyon gyors hőmérséket csökkenést tud elérni, és ezáltal a vízmolekulák másként fagynak meg, nem ilyen tüskésen, amik a zöldségnek, meg a gyümölcsnek a sejtfalait itt szétszakítják, ezért tudnak felengedés után is roppanossá maradni. Tehát nagyon fontos, hogy ha megfelelő helyről tudjuk beszerezni az alapanyagot, akkor igenis azt mondom, hogy ahol ilyen, hűtőket alkalmaznak, ott kellő és jó minőségű alapanyagot fogunk tudni beszerezni. Például én is imádom a cukorborsót, de hát sosem tudok eleget termelni, hogy elég legyen egész évre, és ezért van egy olyan beszerzési forrásom, ez egy nagy például, akinek a borsóját egyszerűen imádom. Én nem tudom, hogy honnan szerzik be, de fantasztikus az íz. Ez természetesen az volt, hogy kipróbáltam, hogy melyik, ez bevált, és egész évben jó minőséggel tudom beszerezni, és jó áron. Innentől fogva teljesen jó. Szóba kerültek a fűszerek, és ugye erről nem is beszéltünk a múltkori adásban. Ma a smarni kapcsán említetted a vaníliát, illetve a zöld kardamomot, és én is azt mondom, hogy szerintem is nem csak a zöld fűszerekkel, de a szárított fűszerekkel is csodákat lehet művelni. Amikor azt mondod, hogy készítesz egy céklapörköltet, akkor lehet, hogy nem csak a hagyományos magyar konyhában használt fűszereket érdemes használni, hanem tulajdonképpen bármit beletehetünk, ami az ételhez, ahhoz az alapanyaghoz illik. És ha jobban belegondolunk egyébként, akkor, akkor például szoktam mondani, hogy a húskedvelőknek, hogy te igazán megennéd azt a húst csak úgy, hogyha az nincs besózva, nincs, nincs rajta semmilyen fűszer. Nagy valószínűséggel nem egy zöldséget már inkább, de ugye a zöldségeket is azért picit szeretjük fűszerezni. Nekem van egy alap fűszerkészletem, amit, amit, úgy használok. Nem olyan sokféle, de, de például alapból van, vannak édes, és vannak inkább sósabb jellegű fűszereim, tehát alap például a paprika, nagyon szeretem például a füstölt paprikát, fantasztikus íz tud adni az ételeinknek, például ennek a céclapörköltnek is. Abba kétféle paprikát rakok bele, tehát egyrészt őrölt piros paprikát, másrészt pedig egy őrölt füstölt piros paprikát, és az egyszerűen annyit tud rajta dobni. Meg például, ami ilyen titkos dolog, hogy beleteszek fantasztikus aszalt paradicsomot, és annak a picit, édes, kés íze a kés köménnyel, az egy fantasztikus párosítást tud adni hozzá, és egyszerűen kész a céklapörkölt. Tehát én szeretem például a köményt is, akár az indiai fűszerekbe is, ott van a masszala, és még egyéb a körri, amit például nagyon-nagyon-nagyon szeretek. De ezen kívül még mindig van az olaszos, fűszerekhez, például oregánom és bazsalikomom, amik ilyen alapnak számítanak, illetve én még nagyon-nagyon szeretem a kardamomot is. Ugye ennek van őrölt formája is, a zöld kardamom. Nagyon-nagyon szeretem. Őt egyébként az Istenek fűszerének is hívják. Nagyon kevés kell belőle, és egy, egy csodálatos ízvilágot tud adni, mert öt fűszernek az íze jelenik meg benne. Ezen kívül én még nagyon-nagyon szeretem a fahéjat is, de a fahéjra is azért, azért, úgy érdemes vigyázni. És akkor azt mondom, hogy ez úgy egy olyan alapnak nagyon jó. Valakinél van esetleg fokhagymapor is, én nagyon szeretem a Magát a foghagymát, és inkább pucolok. Ugyanígy vagyok a vöröshagymával is, de van, aki ebből inkább kevesebbet fogyaszt, mert hogy nem nagyon tudják emészteni. Ezt mindenkinek ki kell tapasztalni, hogy a pocakja milyen fűszereket. Ja, és még elfelejtettem a kurkumát, meg a gyömbért, mert hogy mind a kettő gyulladást csökkentő, és igenis, hogy egy picit érdemes belecsempésznünk bizonyos esetekben. Főleg most majd, hogy jön a tél, ugye tartunk most a télbe, úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy a kurkumát és a gyömbért is tudjuk beépíteni, illetve van, aki például ma beszélgetünk a kollégákkal, imádja a tormát és hogy azt is nem csak tavasszal, hanem akár ilyenkor is be lehet építeni. Tegyél magadért! Ez a Naturi Podcast. Nekem még a körül köröznek a gondolataim, hogy ha amikor valaki azt mondja, hogy akár elhagyom a húsevést, akár nyers ételt eszek, vagy sokkal több zöldséget, akkor azt kérdezik, hogy nem fogsz éhezni. Ugye ezeknek az ételeknek nincs olyan tápértékük, hogy sokkal többet fogunk belőlük enni. És akkor például, hogy egy fogyókúra miatt kezd bele valaki ebbe az életmódváltásba, akkor ugyanott van, mint a húsos ételből ennek kevesebbet. Más adagokat eszünk az egészséges ételekből? Igenis, meg nem is. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes, mert rendkívül összetett téma. Tehát azt hiszem, lehet, hogy akár 3-4-5-6 podcast adás alatt ezt így jól ki lehet nevesézni. Tehát azért mondtam, hogy igenis, meg nem is, mert hogyha valaki. Csak ilyen kényszerből tér át a növényi étkezésre, akkor igenis lehetnek hiányérzetei, legtöbbször azt mondom neked, hogy ilyen csábítások, mert ha, ha te egyszerűen egy ilyen gyereki kíváncsisággal, egy ilyen wow érzéssel, hogy te mondhatnám azt is más szóval, hogy te döntöttél, vagyis te ezt választottad, hogy igenis én most ezt kipróbálom magamért, hogy most ezt egy tisztítókúra miatt, hogy egy betegség miatt, vagy csak úgy, mert, mert, mert hogy rájött arra, hogy ott van az ölébe a kutya, és hogy, hogy hát az is egy élő állat, és őt sem szeretné megenni, és azért tudjuk, hogy bizonyos országokban belőlük is étel készül. És most egyre nagyobb divat egyébként, ugye ezek a rovarlisztek, és egyre több minden beépítik be. Tehát, hogyha valaki nem választotta, és tiszta szívből választotta, hanem csak ilyen kényszer hatására, most, hogy milyen kényszer ezt hagyjuk, megfelelni akar másoknak, valaki javasolta neki, és, 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 és akkor, akkor igenis lehet ilyen. Hogy, hogy ő túlzabálja magát, hogy úgy gondolja, hogy ez neki kevés. Ezerszer megtapasztaltam azt, hogy akkor például, amikor valaki elkezd egy léböjtöt csinálni, és ugye a léböjtnek nagyon-nagyon tápláló léböjtöket is lehet fogyasztani, mert amikor mondjuk reggel megiszol egy adag buzafűleveket, két óránként különféle komplex zöldségleveket, akkor te nem, hogy éhezel, hanem több tápanyagot viszel be a szervezetedbe, mint egyébként, amikor te naponta kétszer vagy maximum háromszor ettél, de mondjuk nem rágtad meg az anyagot, ráittál étkezés közben, felhigult a gyomorsavat, tehát nem fogod tudni megemészteni azt az ételt, és csak benne rohad a beleidben, és 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 sorolhatnám még, akkor egyáltalán nem fogsz kevesebb tápanyagot bevinni, szóval itt nagyon-nagyon sok minden van, tehát én úgy gondolom, hogy aki igazán dönt mellette, az nem fogja ezt a hiányállapotot megélni, nem fogja magát túlzabálni, de arról nem szabad elfeledkezni, hogy van egy átállási folyamat, és ennek az átállási folyamatnak vannak szakaszai kívül is és belül is. Hogy mit értek kívül, ugye erről beszéltünk az előző adásba, be kell szerezni a megfelelő alapanyagokat, elő kell készülni, receptek után kell nézni, és egy picit a fejünkben is rendetés és a konyhánkba is, nem baj, hogyha egy picit kidobjuk azokat az alapanyagokat, amikre már nincsen szükség. És akkor jön a belső dolog, hogy a kis fejünkben, meg magába az egész emésztőrendszerünkben is rendet kell tenni, ami azért meg gondoljuk, hogy így fog történni, mert igenis, ma már egyre több szó esik a mikrobiomról, hogy sokkal több velünk élő baktérium, mikroorganizmus van. Itt, akik bent laknak ebbe a traktusba, nekik át kell állni. Mint ahogy viccesen szoktuk mondani, hogy vannak a jó fiúk, a semlegesek és a rossz fiúk, és ezeknek a megfelelő aránya, hogy ők mit bomlasztanak le és hogyan bomlasztanak, nekik át kell állni. És ennek van egy időszaka, akár akarjuk, akár nem. Tehát erre igenis fel kell készülni, mind fejbe, mind a bérrendszernek, és ne tévesszük el ezeket a folyamatokat. És ezek igenis kihatással lesznek, tehát én azt szoktam látni, hogy ahogy tisztul az egész emésztőrendszerünk, úgy lehetőség van arra, hogy tisztuljon a fejünkben az egész lényünkkel kapcsolatos gondolataink, érzéseink, és minden, ami ehhez kapcsolódik. De itt van egy átállási időszak, hogy kinél ez mennyi, ez teljesen egyéni lesz. Van, akinél ez egy rövidebb időszak, van, akinél hosszabb. És most erre a nagykönyvből példát én nagyon nem szeretnék előhúzni, mert szerintem nem érdemes. Én biztatom a kedves hallgatókat, hogy igenis, ez az egyéni és személyes utunk. A búzafűlevet említetted, és én most már hatodik hete iszom reggelente a búzafüvet, reggeli fél decimet, és azon gondolkodtam, hogy ezt megijatnám úgy is, hogy hagyjanak már de megihatom úgy is, hogyha arra gondolok, hogy ez táplálja a szervezetemet, hogy tisztít, hogy milyen jótékony hatása van. Hogy ez a fajta gondolkodás szerintem szükséges ahhoz, hogy az ember ne kényszernek élje meg, bármilyen külső körülmény hatására kell életmódot váltania, hanem ahogy te is mondtad, legyen ez egy belső indítatás, hogy jöjjön rá arra, hogy ez bizony használ neki. Ha visszaemlékszel arra, de hogyan tudtad magadat átállítani egy ilyen egészségesebb gondolkodásra? Akár azt vesszük, hogy amikor a betegségedből kellett felépülned, akkor mi volt számodra az, ami tovább vitt? Vagy ami az elhatározást megszülte benned? Szerintem az élet maga, hogy, hogy, hogy igazán élni szerettem volna. Tudod, egy idő után... Az ember, amikor csak úgy jönnek a hétköznapok, a jaj, megint felkelek, jaj, megint itt fáj, jaj, így, jaj, úgy, jaj, amúgy, akkor az ember egy idő után azt mondja, hogy elég. Elég volt, elég volt a nyüglődésből, elég volt a szenvedésből, elég volt a mindenféle bajom van, már fáj a világ is, már fájok magamnak is, és igenis, hogy kell lenni valami másnak. És akkor, amikor az ember ezt úgy meglátja magába, és persze mondhatja, te tudod, sokan vannak, akik előtte mondják, hogy figyelj, jó lenne már, ha változtatnál, de, de nem jut el a fülünkig, és ebbe látom, hogy mindenkinek egyénileg kell eljutni ide, hogy ő felismerje magába azt, hogy elég volt. És tényleg ezt, ezt tudja mondani, ezt a szót, hogy elég, valami mást szeretnék az életembe, és egyszerűen nyitottá válik erre, tehát kinyílik, kinyílik a lehetőségekre, és akkor meg fog érkezni, és akkor már nem nyögvenyelőssé lesz, hanem, hanem meglátja a lehetőséget, és én azt mondom neked is, hogy fantasztikus, hogy te is megláttad, és, és így játsz hozzá, hogy a lehetőség ott van a változásba, és én magam fogom kihozni ebből az egészből, mert ez az én világom, én tudom megváltoztatni, ugye erről beszéltünk a felelősségvállalásnál is, és ez megint csak eljutunk ide, hogy számomra mi az élő étkezés, a felelősségvállalástól kezdve, hogy mit, hogyan fogyasztok, hogy mit választok, hogy elfogadom-e azokat a hitrendszereket, drága ez az étkezés, nem vagyok rá képes. Nagyon sokan jönnek ezzel, hogy jaj, hát én ezt, ezt, ezt nem tudom meg, és akkor mondok háromperces recepteket, de tényleg, maximum 15 perc alatt varázsol. Hát a volton, vagy már bocsánat, hogy ezt mondom, vagy a fudórán nem tudom, milyen ételrendelők, nem ér oda annyi idő alatt az étel, amennyi idő alatt ő egy sokkal finomabb dolgot le tud tenni a, a, a családnak az asztalára. Én nem mondom, hogy mindig, de egyébként nagyon bevált dolog az is, például, hogy vannak olyanok, akik azt mondja, hogy szombaton azzal töltöm az időmet, hogy előre dobozolok a következő hétre. Tehát például, amiről beszéltünk, előre megcsinálom mondjuk ezeket a vöröslencsés palacsintákat, és akkor hétközben csak reggel be kell töltenem, vagy a kekszeket előre elkészítem, és már, már csak mindig van mihez nyúlnom azon a héten, vagy két hétre picit előre gondolkodom. És egyszerűen ez, ez olyan természetessé fog válni, hogy, hogy ez is ugyanúgy az életünk része lesz, mint ahogy milyen ruhát fogok fölvenni, hogy most éppen az arcommal mit csinálok. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és igenis ez is mehet könnyedén, tehát ne vérverejtékkel, hanem wow, de jó. Tőlem megkérdezték, hogy miért kezdtem el búzafülevet inni, és hát én nem tudtam igazán rá válaszolni. Egyszerűen azt éreztem, hogy a szervezetemnek szüksége van rá. Bennem még rengeteg kérdés kavarog ezzel a témával kapcsolatban, és szerintem a következő adásban is folytassuk ezt az egészséges táplálkozás irányába való elindulást. Más oldalról, a gondolkodás oldaláról, meg egy kicsit talán a társadalmi megítélés oldaláról is nézzünk majd rá. Mindenképpen fontos, hogy ez is helyére kerüljön, mert például nagyon sokan a családban nem merik felvállalni, rosszul esik nekik, ha mennek vendégségbe, és például ott nem gondolnak rájuk, és akkor mit lehet tenni, ezekre hogyan lehet készülni, stb. Szerintem beszéljük meg ezt a következő alkalommal, és arra kérlek, hogy addig gondolkodj, akár a vevői visszajelzésekkel kapcsolatban, hogy mit mondanak. A fordulók, a ti vevőitek, hogy hogyan tudták ezeket akár elhárítani az ilyen helyzeteket, akár önmagá, önmagukat megerősíteni, hogy a saját útjukat járják. De ezt majd beszéljük meg két hét múlva. Mert hogy a Naturi Podcast mai adása ezzel véget ért, és ugye két hét múlva jelentkezünk új témával. Addig meghallgathattok bennünket a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Naturi YouTube csatornáján, és minden adást megtaláltok a Naturi weboldalán, a www.naturi.hu-n is. Ha elmondanátok véleményeteket, esetleg kérdeznétek, vagy témát ajánlanátok, akkor írjatok nekünk e-mail címünk podcastkukacnaturi.hu. Szívesen vesszük visszajelzéseiteket. Legközelebb is vár mindenkit szeretettel, Glória és Tünde. Tegyél magadért. Ez a Naturi Podcast.